Kizárólag orkán hiúsíthat meg zászló felvonás. Tegnap óta az ünnepi ceremónia mindennapos a parlament előtt. A legszigorúbb szabályokat vezették be. Csak a legjobb állóképességű és a legmagasabb katonák csatlakozhatnak a díszőrséghez. Az idegenvezetők szerint ritka vonzó idegenforgalmi látványosság született, de mégis kevesebb turistára számítanak, mert nehezebb megközelíteni a Kossuth teret. Koronaőrök viszik a zászlót, ez a vállukról lógó úgynevezett ékítmények színéből állapítható meg, esetükben piros. A nemzeti ünnepeken vonuló díszzászlóalj fehéret hord, a köztársasági elnök palotaőrei pedig zöldet. 9 vesznek részt a zászló felvonáson minden reggel 8:30-kor, és 9 a levonáson kora este 5:30-kor, illetve nyáron 6:30-kor. Az országgyűlés elnökének kérésére tegnaptól minden nap. Most látom először, megyek iskolába, aztán gondoltam, megnézem. Elhozom az unokámat. Mindenképpen. Szép nap. Újdonság, ugye, hát ez most, hogy mire jó, fogalmam nincs. A díszőrség hetek óta gyakorolt. A Kossuth tér szombati átadása előtt ezzel a szürke zászlóval. Semleges színűt használtak a nemzeti trikolor tisztelete miatt. Legfeljebb orkán erejű szél hátráltathatná a ceremóniát. Az őröknek rekkenő hőségben és repkedő mínuszok között is helyt kell állniuk. Szigorították a toborzási feltételeket. 175 centiről 180-ra emelték a magassági követelményt, és azt mondják, a költségvetésből nem kell majd többet rájuk költeni. Hál' Istennek ez többletköltséggel nem jár most az alakulat számára, tehát létező alegységek hajtják végre a koronaőrség, amely 2011-ben áll föl már létező szervezet. Az idegenvezetők szövetsége szerint a mindennapos zászlófelvonás nem mindennapi látványosság. Azt mondják, sokan kíváncsiak lesznek rá, de kevesen tudják majd megnézni. A felújított Kossuth térre ugyanis turistabuszok sem hajthatnak be, parkolni pedig a szervezet szerint alig lehet a környéken. Ők arra számítanak, hogy csökkenni fog az idegenforgalom a parlament előtt. Őrségváltás zászlófelvonás az mindenképpen vonzó, hogyha megvan megfelelően szervezve, de oda is kell jutni a turistáknak, és az pedig nincs megfelelően megoldva. A díszőrök amúgy havi bruttó 180 ezer forint körül keresnek, nagyjából 40 ezer forinttal többet, mint más közlegények. Ezért, illetve a megtisztelő feladat miatt soraikba többszörös a túljelentkezés. A parádéről és a felújított Kossuth térről összeállítást láthatnak az rtlklub.hu/hírek oldalon.